Tisztelt hölgyek, urak, kedves hallgatóság, akkor megérkeztünk a Bevezetés a Csillagászatban 4. 2023. évi kiadásának 8. előadásához, aminek mondjuk így azt, hogy az unalmas címe az, hogy a tejútrendszeren túl a lokális csoport és távlat, de már kitaláltam a clickbait címet is hozzá, milyen messze vannak a galaxisok. Tulajdonképpen erről lesz ma szó, május 16-án, Elte Lágymányosi Campus. Miről lesz szó? Három téma, kilépés a tejútrendszerből, utána a galaxisok természetéről, és másodlagos távolság indikátorok címszó alatt 8, 5 meg 3, 8 empirikus, szemi-empirikus módszert fogunk végig látogatni, hogy hogyan lehet megmérni egy galaxis távolságát, ha nem cefeda periódus fényesek relációval akarunk operálni. Hadd kérdezzem meg itt a jelenlévőt, hogy volt bárki is az IAU tavaszi Spring School-on hallgatóságként? Mert ott egy csomó szlájdot onnan most beemeltem, de nem is baj, hogy nem voltatok ott, mert legalább akkor újdonság erejével fognak majd hatni a dolgok. Ugye tejút rendszer versus galaxisok. Itt nagyon borzasztó átélni azt, hogy amit az ember tanít, az folyamatosan avul el. Én ezt 2011-ben kezdtem így, hogy BEFCSIL 4, 20 év ezelőtt még Szegedi Egyetemen, mint csillagászati távolságmérés, és valójában a távolságok a tejútrendszeren belül, ezeknek a pontossága, hogy mennyire drámaian megnőtt az elmúlt egy év, vagy elmúlt öt év, az hihetetlen, és gyakorlatilag ennek köszönhető az, hogy a felét a tananyagomnak ki kellett hajítani, vagy legalábbis több előadást is ki tudtam hajítani, mondom, hogy ez már elavult. De 2018. április 24-ig, ami a legidősebb fiamnak a születésnapja, azt lehetett mondani, hogy a tejútrendszeren belül távolság jellemzően 10-50%-os hibákkal bírtak. Ránéztem egy galaxis síkjába levő hidrogénfelhőre, és a ma már nem tanított módszerrel ki lehetett azt mondani róla, hogy 4 plusz-minusz 3 kiloparszek távolságra van, vagy 6 plusz-minusz 2. Tehát rendkívül pontatlanak voltak a dolgok. Aztán 2018. április 25-én kijött a Gaia DR2, innentől kezdve a tejútrendszeren belül lényegében 5-10%-ra lecsökkent a hibáknak a mérete, ugye a belátott tejútrendszerünkön belül. Aztán 2020 pluszban, ez még egy pár év ezelőtti szlájd, ugye Gaia LDR3, DR3, ugye ott már 1%-os pontosság, meglepően nagy távolság, majdnem a galaxis magjáig valójában megvan, és a Gaia végső pontossága majd ott 2025-ön túl tényleg az lesz, hogy 1%-ra körülbelül ismerni fog mindent, amit optikaiban láthatunk a tejútrendszeren belül. Na de, jön a logikus kérdés, mi a helyzet azon túl? És ugye igazából, valójában belegondolunk, még élnek közöttünk emberek, akik akkor születtek, amikor még nem volt egyértelmű a csillagászok számára, hogy miből áll a világegyetem. Itt 1925-öt említek, ugye, most is akadémiai közgyűlésen halottainkra emlékeztünk meg múlt héten, és volt olyan, aki 1922-ben született, 101 éves volt, mikor elhalálozott. Remélhetőleg ez egy prediktor, egy általán várható akadémikus életkor kapcsán. Minden esetre ténylegesen még 100 éve sem volt egyértelmű, hogy miből áll a világegyetem, és a mi tejútrendszerünk az valójában mekkora részt fed ki ebből. Ki lehet azt jelenteni teljesen egyértelműen, hogy a 20. század elejének a fő csillagászati problémája az volt, hogy miből állnak a spirálködök. Ugye itt most egy nagyon szép spirálgalaxis a Messier 51, ugye a Whirlpool, az az örvény, nem a mosógép, hanem az örvény galaxis. Látható, hogy a Carnes Velocity csillagkivel az első, amire lerajzolt a Lord Rosse 1800-as évek közepén, hogy itt valamilyen spirálkarokkal bíró valami. Ugye ismerték a csillagászok a spirálködöket, ahogy elkezdték fotózni az eget a 19. század végén, egyre több fotón derült ki az, hogy vannak ezek a halvány vackok, aminek ilyen spirálkarjaik vannak. És igazából a 1900-as évek első, második évtizedében, 910-20 környékére két fő hipotézis uralkodott el a csillagászok köreiben. Egyrészt ezek közeli, születőfélben lévő bolygórendszerek. Másik opció, hogy ezek távoli csillagszigetek, olyas valamik, mint amilyen a mi tejútrendszerünk összességében.
ez a gondolat, ez a két gondolat, így széthasadt a dolog, ez a 19. század végén jelent meg, ugye a Kant-Laplace-féle bolygókeretkezés elvet, az még korábbra datálódik, amikor azt képzelték el, hogy a korai naprendszer egy ilyen összeomló por és gázfelhőn keresztül alakult ki, és akkor hipotetikusan földételeztek egy ilyen lapos korongot. És ezeknél a spirálködöknél is hát ez volt a földtevés, hogy valami ezt látják. Ugye a kulcs, ami hiányzott, az, hogy milyen messze vannak ezek a spirálködök. Egyértelmű, hogy a megoldás kulcsa az a távolságmérésben rejlik, és hát ugye azért erről már beszéltünk legutóbb is, amikor a tejútrendszer föltérképezésén Harlow Shapley munkáját említettem, itt most két szlájd erejéig vissza is tekintek erre. Ugye Miss Henrietta Leavittot, az, aki felfedezte azt a Magellán felhőben, a kis Magellán felhőben és a nagy Magellán felhőben, hogy a benne levő periódikus fényváltozást mutató cefeidák, ilyen szép fűrészfog alatti jelekkel, kimérhető a fényváltozások, szoros összefüggést mutatnak, mégpedig a luminozitás, abszolút fényesség és a pulzálat, tehát a fényváltozási periódus logaritmusa között. Egy ilyen log-log skálán valójában egy hatvány függvény a periódus és a luminozitás között. Ugye ezt Harlow Shapley ténylegesen használta, ugye a gömbhalmazokon keresztül föltérképezni a mi tejút rendszerünket is, és ugye a gömbhalmazok térbeli eloszlását hát föltérképezni, 1917-ben jött ki a 69 gömbhalmaznak a távolságaival, jött ki az a kép, ami balra lent látható, hogy a napunk itt középen, a tengelykereszt közepén, az a sárga pötty, az a mi napunk, és ehhez képest a gömbhalmazok így helyezkedtek el, és akkor jött a fölismerés, hogy a nap az nem a tejútrendszer középpontjában van, hanem egy ilyen offsetben vagyunk, ugye ő ilyen nagyjából 50 ezer fényévre tette a távolságot a tejútrendszernek a magjától. És akkor valójában ugye ez volt a kép, ugye a tejútrendszerükről és benne a gömbhalmazok, és az egész rendszernek ugye egy 100 ezer fény, több 100 ezer fény, 300 ezer fényéves átmérőt tételezett föl Shapley. A csillagászok vitatkoztak, ugye a tudomány módszere a vita. Ezt már megtanulhattuk az elmúlt időszakban, frissebb, emlékeztetett rá, ugye a mi a francia koronavírusára, hogy a tudományos módszernek része a vita. Itt most, na, jó van, nem tekert el magamat. Itt is volt egy nagy vita a csillagászok között, ami 1920. április 26-án történt lényegében. Egyikében pont a 100 éves évfordulón tartottam ezt az előadást itt a BFCM 4-en, csak most ugye el vagyunk csúszva, ezért vagyunk május közepén. Amikor két csillagász, Harlow Shapley és Heber Curtis az amerikai Tudományos Akadémiának a washingtoni székházában összegyűltek, hogy megvitassák a spirálködök természetét. És bár valójában a tudománytörténészek megegyeznek abban, hogy egyik se nyerte meggyőzően a vitát, pusztán csak a felsorakoztatott érveknek az ismertetése és áttekinteni azt, hogy hogyan gondolkodtak akkor a tudósok, szerintem mindmáig hasznos és értékes hát gondolatmeneteket rejt magába. Ugye két vitához két fél kell, akik felsorolják az érveiket, és akkor megpróbálják a másikat meggyőzni. Harlow Shapley, aki ugye a tejútrendszerünknek a méretét föltérképezte a gömbhalmazokon keresztül, volt a old school tudós, aki azt mondta, hogy a tejútrendszer az annyira nagy, a 300 ezer fény év az bazi nagy, hogy ez mindenképpen az egész univerzumot jelenti. És ekkor ebbe a képbe a spirálködök, azok közeli, kialakulóban lévő bolygórendszerek. Ugye nem látta még őket csillagokban, hanem bolygórendszerek. Ugye Heber Curtisnek a nevét nem nagyon sok minden örökítette meg, ez a vita leginkább, ami megörökítette, aki azt képviselte, azt az álláspontot, pontosan tudjuk, hogy az üléspont határozza meg az álláspontot. Az ő álláspontját az az üléspont határozta meg, hogy a tejútrendszer az valójában pici, az egész univerzumhoz képest, és a spirálködök azok távoli csillagrendszerek. Mik voltak az érveik? Shapleynek ugye kijött ez a gömbhalmaz méret skála alap, mert a tejútrendszer az óriási. Ettől még, hogy nagy valami, attól még nem biztos, hogy az minden, viszont volt egy olyan mérése, egy Van Manen nevű holland csillagásznak 1916-ból, ami azt mutatta, hogy a spirálködök azok forognak. Itt megmutatnám ezt a mérést, Van Manen, a M101, a Hubiek galaxis, a magyar, tök mindegy, messzei 101, a göncöszekér úgy a fölött,
Ugye ő fotókat több év távolságú összehasonlítva kimutatni vélte azt, hogy benne levő fényes foltok azok egy ilyen örvénylő saját mozgást mutatnak, amit ő úgy értelmezett, hogy a M101, ami egy klasszikus spirálköd, az forog, és gyakorlatilag, hogy milyen év időbázissal tudta ezt a forgást kimutatni, hát nyilván fotók alapján maximum 10-20 éves időbázison. Ebből kijött az, hogy ez nem lehet millió fényévekre, vagy 100 000 fényévekre, ez mindenképpen valami közeli kell, hogy legyen. Mellette volt még egy Shapley érv, ami az Andromeda ködben 1885-ben föltűnt új csillagot vette alapul, az S Andromédét, ami az Andromeda köd magjának közelében tűnt föl. Van magyar vonatkozása is. Ugye egyik független felfedezője, gróf Podmanicki-né báró Somburg Berta, aki egy gazdag nemes embernek a felesége volt, gazdag nemes asszony, és a Csillagászati Intézet könyvtárának a történelmi gyűjteményének nagy része az olyan az ő könyvtárukból származik. Na ő az a 1885-ben Kövesligeti Radó ifjú csillagász fizikus társaságában, nem akarok történelmi plecskákat elindítani, minden esetben fiatalember, fiatalasszony a kupolába felfedeztek egy csillagot, az Andromeda köd magjában végül, és aztán a szakirodalom szerint német, most nem jut eszembe, nem a Hartwig, de valami német fickó volt, akit a szakma elismer legelső felfedezőként. Aminél a látszó fényesség az a 6 magnitudós volt. Tehát az Andromeda köd közepén föltűnt 1885-ben 6 magnitudós csillag. A 6 magnitudós a szabad szemmel éppen látszó határfényesség. Közben 1920 és 85 között eltelt, 1885 között eltelt 35 év, közben 1901-ben volt egy fényes nova robbanás a Perseus csillagkép. Ez volt a Nova Persei 1901. Aminél a maximum környékén sikerült spektroszkópiából a P-cigni vonalprofilt kimutatni. Talán még erre emlékezhetek, amikor a csillagok spektroszkópiáról meséltem, hogy mondjuk, ha van egy robbanó gázfelhő egy forró csillag körül, ez van itt balra a szélén, akkor úgy a maximum környékén hogy azt látjuk, hogy a széles forró gázfelhő, a forró nagysebessége távoló gázfelhőnek van egy széles emissziós komponense, és a földi látóirányba eső rész pedig egy kék eltolódott, a tágulás sebességének megfelelő sebességgel Doppler kék eltolódott abszorpciós gödör is keletkezik. És ezt arra lehet használni, hogy meg lehet mérni a tágulásnak a sebességét, és lényegében egy nova robbanásnál azt látjuk, hogy akár 2-3000 km/szekundumon repül le a gázfelhő. Ami a GK Perzei néven ma már ismert csillagnál különleges volt, hogy 10 éven belül a fotókon föltűnt a fölbontható, ledobott gázfelhő. Itt most egy olyan képpárt, vagy képkvartettet láttok, ahol a 2001-es képet bizonyos Kis László készítette szélre nevezett obszervatóriumból, de a másik hármat azt a mindenféle más forrásból szedtem elő. És lehet látni azt, hogy tényleg ugyanaz a képskál, ugyanazokat a csillagmezőket lehet felismerni, ha megnézzük itt ilyen torz göncög szekér itt a kép bal szélén, tehát ugyanaz a kép kivágásoknak a skálája, és 1957-től 2001-ig 44 év alatt, hát több mint duplájára nőtt az átmérője a lerepülő gázfelhőnek. A GK Perzei esetén ezt már 1910 környékén le lehetett fotózni. Látszott, hogy hoppá, na hát ott valami pár év másodperces korong megjelent. És ez teszi azt lehetővé, hogy egy újabb paralaxisról, még most is tudjak beszélni egy paralaxisról, ez a novák expanziós paralaxisa. Úgyhogy ha megvan a tágulásnak a sebessége, és látjuk, akkor van egy tágulás sebességünk, valamilyen T idő alatt, ugye vészer T utat tesz meg a ledobódó gázfelhő. Ha látjuk az átmérőjét, annak a fél átmérője a sugara, az nem lesz más ez a delta sugara a gázfelhőnek, mint az expanziós sebesség szorozva megfigyelés időtartam törve a rendszer távolságával.
Tehát ebből kifejezhető a D távolság, mint az expanzió sebesség, szóval a megfigyelés idő, törve a látszó sugarának, törve a látszó sugárral, ami a táguló gázszálőnél ugye felbontható távcsőre. Ez a Nova Persei esetében, ami maximumban nulla magnitudós volt, olyan fényes volt, mint az Arcturus vagy a Vega. Kimentek az emberek este, ott volt egy Vega fényességű csőbe a Perseusba. Aztán lehetünk persze gyorsan. Szóval kijött az, hogy 460 parszek volt ennek a Nova robbanásnak a távolsága. Shapley ezt a GK Persei, másképpen Nova Persei 1901 távolságot használta föl. Ha ez nulla magnitudós volt 460 parszekre, akkor az S Andromédé, ha ugyanolyan Nova robbanás lett volna, akkor milyen messziről látszott 6 magnitudósnak. És kijött az, hogy egy 6 magnitudós Nova az nagyjából 2,5 kiloparszekre kell, hogy legyen tőlük. Ha az egész tejútrendszer 100 kiloparszek, akkor tőlünk 2,5 kiloparszekre egy ilyen spirál köd, az nyilván van egy kialakuló bolygórendszer, szólt Shapley érve az S Andromédé és a GK Persei expanziós paralaxisára alapozva. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy nem tévedett semmibe, csak hát éppen nem volt jó az analógia, mert az S Andromédének semmi köze nem volt a GK Persei. Emellett még volt két érve, amik tulajdonképpen logikailag valójában nem nagyon állják meg a helyüket, hogy az ember mélyebben belegondol. Ugye a spirál ködök eloszlása kapcsán Shapley arra hívta fel a figyelmet, hogy kitüntetett az égen az eloszlásuk, a tejútrendszer síkjától messze láthatóak. A tejútrendszer síkjában nem láttunk spirál ködöket, erre azt mondta, hogy magyarul a spirál ködök tudnak a tejútrendszerről, akkor nyilvánvalóan valami tejútrendszeren belüli objektumok és hasonló a következő érv is. A spirálködöknek a sebességét ugye Westall Slipher már 1910-es években kimérte, nem a jövő héten fog mesélni többet. Az ő méréseire hivatkozva ugye Shapley elmondta, hogy a spirálködök alapvetően nagy sebességgel távolodnak a tejútrendszertől, tehát mondja itt a logikai bakugrásra, közük van hozzá. A spirálködök valószínűleg valami fizikai mechanizmus révén kidobódtak a tejútrendszerből, mondta Shapley. Curtis ehhez képest azt mondta, hogy 1917-ben fotós csillagászok az Andromeda ködben találtak halvány novákat, 10 magnitudóval halványabbakat, mint az S Andromédé. Ezek tipikusan 15-17 magnitudósok. Ezekkel ma is van itt az intézetben a Horthy Dávid Ágostnak ilyeneket keresgéltet a TDK munkájában az Andromeda ködben. Igazából Curtis azt mondja, hogy ha 15-17 magnitudós novák vannak az Andromeda ködben, és azok olyanok, mint a GK Persei, akkor olyan az S Andromédé az, ami egészen különleges jelenség volt, és itt ismerték fel először a csillagászok, hogy létezhet valami olyasmi robbanás, amit aztán ma már úgy hívunk, hogy szupernova. Tehát ez volt az első fölismerése annak, hogy vannak szupernova robbanások. Ha a halvány novákkal hasonlítjuk össze a GK Perseit, ugye a expanziós paralaxisra ismert novák, akkor kijön az, hogy az M31 az legalább 150 kiloparszekre, tehát a 500 000 fényévre kell, hogy legyen a tejútrendszert. És mondja ezt erre ugye Curtis, hogy akkor az már túl van a tejútrendszerünk határain túl. Egy érdekes ér, a spirálködök átmérője, tehát az égen a látszó átmérő, a néhány ív másodperctől a néhány fokig terjed, ami három nagyságrenden átívelést jelent, egy ezres szorzó. És erre azt mondja Curtis, hogy hát ez nem nagyon egyeztethető össze azzal, hogy tejútrendszeren belül van, mert ha valami mondjuk, mit tudom én, 1 kiloparszekre van, akkor az ezerszerese az 1 millió. Tehát 1 kiloparszek, 1000 parszekre, akkor az ezerszerese 1 millió parszekre lenne. Az már a tejútrendszerünk határon túl lenne. Ráadásul a spirálködök eloszlása megmagyarázható, ha a tejútrendszer síkjában sok fényelnyelő anyag van, mondja Curtis. Emlékezzünk vissza, ugye Robert Trump, nem Trump, az a másik, az amerikai politikus, ugye Trumpler, amikor felfedezte 10 évvel később a csillagközi fényelnyelést, akkor nyílt halmazok távolságában tette meg ezt. Curtis csak érvelt, hipotetikus, hogy ha van fényelnyelő anyaga a tejútrendszer síkjában, akkor megmagyarázhatta a spirálködök eloszlása a galaktikus koordinátrendszerben. A spirálködők sebessége, még azt mondja a Curtis, hogy tulajdonképpen semmi ok nincs arra, hogy miért ne lehetne nagy sebességük a tejúthoz képest. Tehát Curtis volt valójában a mai tudások szerint korrektebb képe mellett érvelő, de ugyanakkor ő elmulasztotta azt,
hogy végig menjen ezeken. És aztán egy csomó dolgot ő felfedezhetett volna, hogyha beletette volna az erőfeszítés. Minden esetre magyarul erről a vitáról már gyakorlatilag másnap lehet olvasni a Mi Újság című lapban, 1920-ban milyen nagy a világegyetem, meg beszámoltak róla, egy amerikai magyar lap volt, emigráns magyaroknak a napi lapja, már ott akkor megírták, hogy azt mondja, Washington április 26, az Eszter Akadémia of Sciences Tudományos Akadémia hétfő ülésén dr. Harold Shapley, a Montezuma Csillagvizsgálati Intézet főnöke, nem igazgatója, főnöke, tessék engem ott is főnöknek hívni ezek után, intézet főnöke előadások tartani a világegyetem nagyságáról. A Héber Curtis már nem említette, mert ő nem volt főnök sehol se. Szóval lényeg, ami neki erről magyarul lehetett már olvasni. Nem volt megoldott a vita. Egyik se győzte meg a másikat. Ütköztették a nézeteiket, de valójában új empirikus adatokra volt szükség, és ekkor lépett be a képbe Edwin Hubble, aki 1889-53 között élt, és a Wilson-egyi csillagvizsgálóban használta a korának legnagyobb távcsövét, a 2,5 méteres, magyarul 100 hüvelykes Wilson-egyi teleszkópot. Csillagaira bontotta az Andromeda ködöt, a Triangulum ködöt, felfedezett bennük Cepheid a változó csillagokat, és a periódus fényesség reláció segítségével megmérte a távolságokat a spirálködökig, és fölismerte, hogy ezek távoli galaxisok. Lényegében 19 és 24 között vette azt észre, hogy az Andromeda ködön, ha sokáig exponál, akkor sok-sok-sok-sok halvány csillagból áll. 1924-ben felfedezi az első Cepheidákat az Andromeda ködben, utána másik évben 33-at, vagy még ugye azért a 33-at itt és az M33 spirálködön. Ilyen fotókat elemezgetett, ugye bal oldalon egy modern fotó, jobbra lent egy Hubble fotó, bal jobbra fönt egy Hubble űrtársas kép, ott azon a környék, ott egy változó csillag. És ilyen görbéket mért ki a figura, időfüggvényében, aztán föltekerve periódus szerint fázisdiagrammá, lehet látni, hogy 18-19 fonytudó között, 18-19-19-20, 19-20 magnitudós csillagokról beszélünk a fotografikus sávba, az Andromeda ködben. Megmérte a fényességváltozásokat, meghatározta a periódusokat, és felrajzolta a periódus fényesség relációt, és ezt megfelelő módon függőleges irányba, hát abszolút fényesség irányába eltolva, a már addigra ugye Shapley által kalibrált reláció, vagy igazából a Herschung által kalibrált, Shapley által használt relációra, megbecsülte a galaxisoknak a távolságát. Itt van mondjuk az eredeti Hubble-féle periódus fényesség reláció, ha jól az Andromeda ködre. Itt ez egy érdekes, ő még fordítva csinálta, főfelé volt itt a logaritmus P, és vízszintes tengely volt a magnitudó. Ugye ma már fordítva szoktuk, ugye függőleges tengely az abszolút fényesség, és a vízszintes tengely a periódusnak a logaritmusa. Minden esetre 1925-ben publikálta azt a cikkét az NGC 6822-ről, amit ma ugye Hubble-féle törpegalaxisként ismerünk, Sagittarius csillagképet, mint egy távoli csillagrendszer. Egy ilyen fotót is meg lehet találni, fotólemezt, és ennek is megbecsülte a távolságát a benne levő Cepheidák periódus fényesség ráca alapján. És igazából 1926-ra datáljuk azt a felismerését, Extragalactic Nebulae, tehát extragalaktikus ködök. Innentől mondhatjuk azt, hogy a csillagászok, konkrétan Edwin Hubble bebizonyította azt, hogy a spirálködök azok a galaxisunkon túli csillagvárosok. Sok-sok csillag, sok millió fényévre tőlünk. Még 3 év eltelt ahhoz, hogy felfedezze az összefüggést a galaxisok távolodási sebessége és a távolsága között, ugye ez lesz majd a Hubble törvény, de erről ma nem lesz szó. A Hubble törvény az a utolsó előadás jövő héten megalkotja a témáját. Egyik évben volt egyébként egy érdekes elmélkedés az Archivor Preprint szerveren, ha jól emlékszem, talán egy argentin, valami Pix országból, tehát Portugal, Italy, Greek, Spain, ezek közül valamelyik ország, szerintem Dél-Amerikában, úgyhogy még csak ez se igaz. Aki azon elmélkedett, hogy ha akkor csillagász kaphatott volna fizikai Nobel-díjat, akkor Hubble miért kapta volna? És nagyon komoly érveket sorakoztatott fel a szerző amellett, hogy ez volt az az eredmény,
ami ténylegesen a természet, a fizikai valóságunk természetének egy nagyon komoly szegmensét megértette számunkra, vagy megértette számunkra. Azt, hogy nem a mi tejútrendszerünk az egész világegyetem, hanem egy sokkal nagyobb színpadon egy csillagváros, és az összes többi ilyen halvány diffúz paca, amit látunk a fotókon, azok mind távoli csillagvárosok tőlük millió milliárd fényévekre. Ez egy olyan mértékű fölismerés, szólt az érvelés, és én hajlandó vagyok ezzel szimpatizálni, ami valójában a megértés szempontjából fontosabb, mint a Hubble törvény. Az, hogy messzebb vannak a galaxisok, akkor nagyobb sebességet távolnak tőlünk, ami majd a táguló univerzumnak egyfajta megnyilvánulási formá lesz, az is egy fontos felismerés volt, de az úgymond, azt maga eleve Hubble nem is igazán értelmezte, ő egy megfigyelő csillagász volt, de az, hogy a galaxisok azok micsodák, azért az egy tényleg is egy nagyon jelentős felismerés volt. Ugye Hubble a rákövetkező, mondjuk így azt, hogy két és fél évtizedben nagyon sokat foglalkozott a galaxisok kutatásával, nem véletlenül, hiszen az ő kezében volt korának a legnagyobb távcsöve. Ugye ő alkotta meg a galaxisoknak ezt a klasszifikálását, ezt a nagyon, nagyon hagyományos Hubble-féle hangvillát, ahol ugye felosztotta a galaxisokat elliptikusokra és spirálisokra, a spirálisok pedig szétágaznak horgas spirálisokra és normál spirálisokra. Ő akkor azt gondolta, hogy ezek valamiféle evolúciós szekvenciák. Tehát, hogy elindul a galaxis ilyenből, mondjuk elliptikusból, és lesz a végén majd belőle valami spirális. Valójában pont fordítva van, de ezt ő még akkor nem tudta, úgyhogy ez most számunkra nem is annyira érdekes. Ez a három alaptípus, az elliptikus galaxis, a spirális galaxis és a szabálytalan galaxis, ezek is mind Hubble-hez köthetők. Ugye megnézzük egy elliptikus galaxis, a tipikusan ilyen mindenféle struktúra nélküli diffúz pacák, amelyek ugye azért olyan diffúzak, mert olyan nagy távolságban vannak tőlük, hogy összeolvad a csillagaik fénye. A spirál galaxisoknál egyértelmű, a maga a szó is elmondja, hogy vannak ilyen hatalmas spirálkarok, és attól függően, milyen a rálátási szögünk, akkor másképp látjuk ezeket a dolgokat. Vannak mindenféle küllős galaxisok, vannak ilyen gyűrű galaxisok, és ezek is tulajdonképpen mind ugyanannak a formációnak a megnyilvánulási formái. A galaxisok spirál szerkezetének a kialakulása az egy galaktikus csillagászathoz tartozó téma, az itt most nálunk nem érdekes. A szabálytalan galaxisok pedig ugye azok, amik sehova nem osztályozhatunk be. A Magellán felhők azok például tipikusan ilyenek, bár megjegyezem, hogy a nagy Magellán felhő az valójában egy hatalmas küllővel bíró és inci-finci spirálkarokkal bíró, egy ilyen szélsőséges küllős spirálgalaxis. Hosszú expozíciós idői fotókban lehet látni a spirálkaroknak a kezdetét. Ezt az klasszifikációt valahol mindmáig használjuk, de nem azért, mert tudományosan akarjuk értékelni a galaxisok felvetését, hanem mert ez egy hagyomány. Ahogy a csillagok színkép típusnál is azt mondja, hogy G2 Róma 5, az egy naphoz hasonló. SBB, nem tudom micsoda, az egy Bard galaxis, tehát egy küllős galaxis, spirálgalaxis, ami mint tudom én, ilyen-olyan hát morfológiával bír. A Hubble-féle leírás, a Hubble-féle galaxis klasszifikáció nagy fizikát nem tartalmaz, pusztán csak az osztályozásnak a nagyon hagyományos csillagászati módszertanát tette lehetővé a galaxisokra. Ugye használta a legnagyobb távcsöveket, felfedezte cefeidákat a periódus fényesség reláció alapján, ugye az előző szlájdnak a folytatása. Kijött az, hogy az Andromeda köd 900 ezer fényévre van, az M33-a triangulunk 850 ezer fényévre a tejúttól, tehát az S Andromédé tényleg szupernova volt. És aztán tovább fotózgatva az eget, meghatározza a galaxisoknak a távolságait, 1937-ben, tehát még 10 évvel később, felismerte azt, hogy van egy kupac galaxis, amelyek nem vesznek részt ebben a nagyobb távolságban, nagyobb távolodási sebességgel bíró Hubble áramlásban, Hubble-féle távolásban, hanem van egy lokális csoport nevű galaxis csoport, ami gravitációsan kötött, annyira, hogy az Andromeda köd, ugye ennek a tejútrendszerünk mellett a másik nagy galaxisa, valójában még közeledik is felé. Nem, hogy nem távolodik, hanem még közeledik is felé. De! Mindig van egy de a sztorikban, és a tudomány történeti szempontból érdemes ezt a det fölidézni.
Volt egy kis bibi, kaka volt a palacsintába, büdös volt az ajándék, amit hozott a ajándékos doboz, amit hozott a posta, fölbontották, és kiderült, hogy a cefeidák alapján becsült távolság, és ebből mindenféle galaxisra meghatározott másodlagos indikátorként a legfényesebb csillagaik alapján hát egy tőlünk mért távolságot, ez 40 galaxisos mintába. Megvoltak a megaparszekek, egy sok száz kiloparszek megaparszekek, és utána a látszó szögátmérők alapján átváltotta a galaxisoknak a látszó szögátmérőjét valódi fizikai átmérőre. És Hubble, amikor ezeket a távolságokat elemezgette, akkor kijött az, hogy az összes galaxis kisebbnek adódott, mint a teljútrendszer. És ez gyanús. Majd mi vagyunk a mindenségnek a közepén, és mi vagyunk a legnagyobbak, ez mindig valamiféle, mondom, kaka van a palacsintába. Ugye ezt akkor úgy hívták, hogy a galaxisok méret problémája. Az embernek kényelmetlen érzései vannak, hogyha mindenféle galaxisokra meghatározunk valódi fizikai átmérőt, mindenki jön 50 ezer fényév, 35 ezer fényév, 80 ezer fényév, de szigorúan kisebb, mint a mi teljútrendszerünk. Ez nem szimpi. És a megoldásig a második világháborúra kellett várni. Ugye Walter Bade, német nevű, német hátterű, de amerikai csillagász, 1942-ben, ugyanazon a Wilson hegyen, ahol ugye a Hubble is felfedezte a cefeidákat a közeli spirálködökbe, nagy határfényességű fotókat tudott készíteni. Azért kellett a világháború, mert a Los Angelesben elsötétítések voltak, mert addigra már Amerika belépett ugye a háborúba, túl vagyunk Pearl Harboron, és valójában féltek, hogy a japánok lebombázzák mondjuk Los Angeles-t. Ezért aztán elsötétítették az egész nyugati parton, a nagyvárosokat. Ennek köszönhetően a Wilson-hegyi fényszennyezés lecsökkent annyira, hogy sokkal nagyobb határfényességű képeket tudtak készíteni, mint annak előtte. Én voltam a Wilson-hegyen 2007-ben, nyilván nem hasonlított össze 1942-ben, de eszmetlenül fényes az ég. Tehát most ugye Los Angeles egy gigantikus nagyváros, és tőle északra a Wilson-hegyen, hát gyakorlatilag szabad szemben már a tejút sem látszott. Itt fönn a Normafán sokkal jobb az ég. Lehet nyilván 12 milliós városnak a peremérű beszélünk. Na néha mindenki, hogy Walter Bade készítette a nagyhatárfényességű fotókat, és akkor fedezte föl, hogy hoppá gyerekek, megint csak baj van, vagy hát valami fura dolog van. Az Androméda ködben kétféle csillag létezik. A spirálködök, spirálkarokban, a külső tartományokban fényesebb, kékes színű csillagok, míg a galaxis mag környékén, az Androméda köd udvarjában vöröses színű, halványabb csillag. Ezeket ma már úgy hívjuk, hogy populáció. Két populáció. Egyes populáció és kettes populáció. És még ne legyen fordítva, az egyes populáció a fiatal, fémdús csillagoknak a bandája, a kettes populáció pedig az idősebb, tehát visszafelé nézünk. És a hipotetikus hármas populáció az a legelső csillaggeneráció, ami az ősrobbanás után jött létre. Tehát miért is lenne úgy, hogy az első az első, a legújabb a második, a még újabb a harmadik? Nem, visszafelé megyünk, mert a csillagászok azok ilyen bolond népek. Szóval lényeg az, hogy akkor a 40-es évek végére megépült a Palomar egy 5 méteres távcső. Bade folytatta azt a munkát, amit ugye Hubble csinált a 100 üvegkessel, 200 üvegkessel. 300 cefeidát talált már az Androméda ködben, és észrevette azt, hogy mindkét populációban vannak cefeidák, de eltérő fényességek. Az egyes populációs cefeidák azok a fémdús, fémgazdag, fényes, fiatal, szuperóriás csillagok, ezek a delta cefeid típusú cefeidák. Kettes populációs cefeidák azok a Vevé Virginis típusú, fémszegény, valójában kis tömegű csillagok, ahol, amik csak a csillagfejlődésnek köszönhető, nagyjából ugyanott vannak a Herschel-Russell diagramon, mint a nagy tömegű szuperóriások. De még így sem teljesen ugyanott vannak, a kettes populációs cefeidák négyszer halványabbak, átlagosan, mint az egyes populációs cefeidák. És ezek után derült ki az, hogy a Shapley által használt periódus fényesség reláció az valójában a Vevé Virginis típusú, tehát kettes populációs, idős, fémszegény cefeidákra volt jó. Azért nem derült ki, hogy szisztematikusan rossz kalibrációt használt,
mert a gömbhalmazokban található cefeidákra használta, és azok tényleg kettes populációs csillagok. Tehát azon, hát anélkül, hogy tudta volna, egy rosszul kalibrált relációt, jól használt, rossz földételezést. Tehát hibás földételezésekből, hibás módszerrel jutott jó eredményre. Shapley, amikor a gömbhalmazokat fölmérte. Ez egy, magában is egy érdekes dolog, ha belegondoltok. Most pont két, jövő héten tartok egy előadást egy filozófus konferencián, ahol a hibák és a tévedések hogyan vitték előre a tudományt, lehet, hogy ezt bele fogom majd tenni, már nem először, nem ezt ígértem. Viszont az extragalaktikus, tehát a más galaxisokban felfedezett cefeidák a fényesebbek voltak, amire nem volt használt ez a reláció. Ezért kapott kisebb távolságot, mert azt hitte, hogy halványabbak azok a csillagok, Hubble. Ezért kapott 9000 fényéves távolságot az Andromeda közre, meg az összes többi galaxisra kisebb távolságot, mint a valóság, és ezért lett kisebb a fizikai átmérő. 52-ben, ez most már azt mondhatjuk, hogy 70 éve ezelőtt a populációkat ugye rendbe tette Walter Bader, a periódus fényesség relációkat rendbe tette, a tejútrendszer maradt ugyanakkora, mert a Shapley-féle rossz kalibráció, rossz csillagokra végül jó eredményt adott, viszont a galaxisok kétszer távolabbra kerültek, mert négyszer halványabb csillagok relációját használták négyszer fényesebbekre. Na most, ahogy a távolság nézetével arányos a halványodás fényesedés, tehát a négyszeres fényesség különbség az távolságban kétszeres szorzót jelent, és így került az összes galaxis hirtelen kétszer távolabb, mint korábban gondolták. Így került az Andromeda köd 2-2,5 millió fényévre, és így oldódott meg a galaxisoknak a méret problémája. Meg kiderült, hogy teljünk, hát ez egy nagyobb bacska spirálköd, de például az Andromeda köd az nagyjából ugyanakkora. De ehhez fel kellett ismerni azt, hogy nem 1 millió fényére van tőlünk, hanem 2 millió fényére van tőlünk, és nem 50 000 fényére átmérő, hanem 100 000 fényére átmérő. Ehhez kellett érteni azt, hogy a cefeidákban populációk vannak. A lokális csoport, nagyon komoly forrás, Wikipedia, semmi nem látszik. Lényegében egy egyszer-egyszer egy megaparszekes kockán belül képzelhető el, tehát 3x3x3 millió fényév. A két nagy centrum a tejútrendszer és az Andromeda köd, mind a kettő körül törpe galaxisok tucatjai találhatók, és ezek egy gravitációsan kötött galaxis csoportot alkotnak. Van itt egy másik illusztráció, ezen még tulajdonképpen még innen se látok semmit, meg van még egy ilyenek, ami egy ránagyítás arra, hogy a tejútrendszer körül mennyi törpe galaxist ismeri. Ezekről volt szó ugye legutóbb is, és a másik nagy csoport, hogy az Andromeda köd, a triangulum köd és körülött is millió Andromeda törpe galaxis. Tehát két ilyen nagyobb galaxis, van még egy-kettét ódalvást is, de ténylegesen a lokális csoportban ez a kettő dominál. Az Andromeda köd, a tejútrendszer, körülött törpe galaxisok. Na maga az a triangulum köd az ott van az Andromeda köd közelében, ez elég messze tőle, hogy ő is maga is lehetne egy önálló centrum, de nem annyira nagy, mint ezek a spirálködök. Na de, mi a helyzet a távolabbi galaxisokkal? A lokális csoportot fölismerve, és nagyjából az 50-es évekre helyre téve a méreteket, meg a távolságot, kinyílt az univerzum. Na, minél nagyobb határfényesebb fotókat készítünk, annál több galaxist látom, nagyságrendileg 100 milliárd galaxisra tehetjük az összes csillagvárosnak a mennyiségét. Ugye 20-30 megaparszekig nagyjából működnek a cefeidák. A Hubble űrtávcsővel, illetve most már a James Webb űrtávcsővel, most itt a áprilisi budapesti konferencián nagyon látványos James Webb cefeida képeket láttunk, sokkal élesebbek, mint a Hubble űrtávcsőnek a képei, tehát nem a legrövidebb hullámhosszok van. Szóval lényeg az, hogy mondjuk a 20-30 megaparszek az egy kb. 50-100 millió fényéves távolságig működnek ezek az egyedi fényes csillagoknak egyedi fényes csillagok, mint standard gyertyákként használt objektumok, rajtuk keresztül történő távolság meghatározás. Kérdés, mi a helyzet még távol? És itt jutunk bele arra, abba a zónába, amit én úgy szoktam itt hát jellemezni, hogy a tomboló empíria. Könnyékig fogunk, könnyékig véresek leszünk az empirikus módszerekbe, amikor megfigyelő csillagászok felfedeztek összefüggéseket, amivel kvázi lehetett kalibrálni standard gyertyát, standard méterrudat, standard bármi mást,
amiből aztán meghatározható a távolság. Föl lehet tenni azt a kérdést, hogy miért nem elég majd a következő órán tanulandó Hubble törvény, és akkor a vörös eltolódásokból távolságot meghatározni. És erre az a válasz, hogy a galaxisoknak még ez a néhány százmillió fényéves távolságokból is mutatnak eltéréseket a Hubble áramlástól, hogy kell a pusztán csak vörös eltolódás meghatározása. Vörös eltolódásból kapott Hubble törvényen keresztül becsült távolságnál pontosan, mert vannak pekuliáris sebességek a Hubble táguláshoz viszonyítva. Úgyhogy most végig menjünk 8 módszeren. Jó? Tehát sok helyen most angol szlájdjaim lesznek, ugye ez mutatja azt, hogy korábbi években ezen a részen az előadáson ilyen beszkennelt egykori papíros jegyzeteim voltak ilyen mindenféle firkákkal, most ugye a IAU Spring School kedvéért összeszedtem magamat végre 10 év után, és akkor megcsináltam ezeket rendesen valódi ábrákkal és feliratokkal, meg mindenféle kibővítéssel, hogy talán most ezzel így már élvezhetőbb része lesz ez a része az előadásnak. Közben egy vizet hadd öntsek be a számba, az Aquarius Ego Sum. Vizet öntöttem a számba, ez azt jelenti. Tehát 8 módszer, 8 empirikus módszer, hogyan ezeket távolságot meghatározni? Galaxisokra, egyedi galaxisokra. Elsőként jönnek a planetáris ködök, a planetáris köd luminozitás függvény, PNLF, ugye a Planetary Nebula Luminosity Function rövidítésén keresztül elnevezett módszer. Itt most látunk egy olyan galériát, ahol ugye a naphoz hasonló csillagok végállapotait reprezentáló planetáris ködöket látjuk valódi fizikai méretük szerint fölskálázva. Ezek olyan jól ismert planetáris ködök, jellemzően Hubble távcsás képekből, ahol ismerve a távolságokat, a kép összeállítója, Quentin Parker és munkatársai, a valódi méretek szerint rakták így egy ilyen szép spirál mentén. Ugye lehet látni, hogy a legnagyobbak azok már szép ritkásak, ahogy haladunk kisebb, hogy még korai, fiatal planetáris ködök, azok még ugye mindenféle belső sűrű struktúrákat bírnak. Ugye ezek az aszimptotikus vörös óriás ágat megjárt csillag tetemek, amelyeknek a közepén egy fehér törpe van, vagy fehér törpe lesz hamarosan, és a mi napunkra is ez vár nagyjából 5 milliárd év múlva. A planetáris ködök azon kívül, hogy a legszebb Hubble-űrtávcsás képek készültek róluk, azt is tudják, hogy a fényük az nagyon karakterisztikus. Optikai tartományban a színképük lényegében 2-3 vonalban összpontosítja az összes fényt. Vörös óriás, aszimptotikus óriásági csillag, ott a tetején elindul a tömegvesztés, föltárul a csillag belsejében a forró csillagmag, akár több százer Kelvinnel, ultraibaj a fotonok milliárdét köpik ki magából köbcentiméterenként, és ez gerjeszti világításra a planetáris ködnek a ritka gázanyagát. És ez tart mondjuk nagyjából 50 ezer évig, annál nem tovább. Ez egy nagyon rövid fázis a csillagfejlődésnek, amikor a ledobódó gázfelhőt a belső mag gerjeszti fénylésre. Ez a gerjesztés azt eredményezi, hogy a fénynek a legnagyobb része az oxigén, kétszeresen ionizált oxigén tiltott átmenetén egy dublet 1959 és 5007 angströmön jelentkezik. Ott van a fény legnagyobb része. Itt nincs semmi. Itt van mondjuk még a hidrogén alfa vonal, meg van ott még egy hélium vonal és 4686 angström. A fény legnagyobb része 5007 angströmön bocsátódik ki egy planetáris ködnél. Ez miért jó? Ez azért jó. Mert ha egy galaxisról készítünk egy képet, egy olyan keskenysávú szűrővel, ami az 5007 angströmre van centírozva, vagy esetleg van egy megengedett valami plusz-minusz sávszélesség, utána készítünk egy olyan képet, ami a kontinuum sugárzás, 5007 után, mint 5100 angströmön enged át, akkor az 5007 angströmös itt lesz, itt világít, a kontinuumon nem látszik semmi, a hálfánál megint látszik valami. Igazából a kontinuum képből levonva a oxigénvonalas, oxigénszűrős képből levonva a kontinuum szűrős képet, ott marad gyakorlatilag a planetáris köd.
Tehát nagyon olcsó megfigyelési technika felfedezni planetáris ködöket más galaxisban. Készítünk egy fotót oxigénszűrőn keresztül, készítünk egy fotót mellette, mondjuk ezen a hullámon, szóval 5500 angstrom, mert ott nincs semmi, ott nem látszik a planetáris köd. A két kép különbségére a csillagok eltűnnek, effektív eltűnnek, viszont a planetáris köd ott ragyog az 5007 angstromos fotonoknak köszönhetően. Maga a planetáris köd ültetás az azt mutatja meg, hogy milyen abszolút fényességűből hány darab van. Az egy hisztogram. Vagy hát a luminozitás függvény. Ez egy nagyon karakterisztikus levágás mutat, a nagy abszolút fényességeknél egyszerűen csak elfognak a planetáris ködök. Tehát halványokú van egy Rahedli, és aztán egy nagyon fényeség, lehet látni alul a visszézit, egy látszó fényeség az Andromeda ködben, 20,2-nél levág, 22 meg még van, mint egy 20-30 planetáris köd. Ez a válfa alakú, ilyen csapatvállú eloszlás az, aminél a levágás a másodlagos távolság indikátor. És ezek után ugye úgy lehet távolságmérésre használni a planetáris köd luminozitású fényt, hogy ha van egy ismert távolságban lévő galaxisunk, Andromeda köd, abban megmérjük a planetáris ködök luminozitású fényét a látszó fényesség szerint, akkor az Andromeda köd távolságát ismerve ez abszolút fényességre konvertálható. Utána egy másik galaxisban a luminozitású fény ugyanilyen alakú görbe lesz, csak a halványabb magnitudók felé eltolódva. És ekkor az eltolásnak a mértéke az a távolságmodulus. És akkor megvan a távolságmodulusból a fotometriai parallaxis, ha úgy tetszik. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a planetáris köd luminozitás függvény minden galaxisban ugyanolyan. Tehát akár spirálköd, akár elliptikus galaxis, igazából mindenütt ugyanolyan alakul, tehát egy univerzalitás föltételezhető mögötte. A heurisztikus, ösztönös fizikai magyarázat az arról szól, hogy a planetáris ködöknek a fényét a központi objektum, forró objektum, ami majd egyszer egy fehér törpe lesz, annak a sugárzása gerjeszt. A fehér törpékről tudjuk, hogy nem lehetnek akármekkorák. 1,4 napta meg a Chandrasekhar-féle határt meg. Attól nagyobb fehér törpe nincsen, mert összeomlik össze egyáltalán típusú szupernovává. De a fehér törpék tuti biztosan valahol, hát átlagosan 0,6 napta megőek, és a legnagyobbak esetleg 1 napta megőek. Tehát a fehér törpék a gerjesztő fotonok számát limitáló módon korlátos méretűek. Ezért aztán a legfényesebbek, azok a legforróbb, legnagyobb tömegű fehér törpék által gerjesztett planetáris ködök. És a távolságindikátor az ennek a levágásnak a helye. Ezt kell csak kimérni. És miért mondom azt, hogy ez egy olcsó mérés? Ha belegondoltok, a Andromeda ködnek, akármilyen galaxisnak, a Cepheida periódus fényesség relációnak a kiméréséhez mi kell? Meg kell mérni, fedezni a galaxisba Cepheidákat, és meg kell mérni mindegyikre a periódust. Na most, hogyha 20-30 napos periódusú Cepheidák vannak, akkor az ember azt mondja, hogy legalább 100 napon keresztül kell megfigyeléseket végezni egy galaxisról ahhoz, hogy megmérte lenne a Cepheidáknak a periódusát. Egy planetáris köd luminozitás függvény meg egy este 10-től éjfélig megvan, ha van egy 8 méteres távcsövet. Nyilván kisebb távcsövet, több időre van szükség, de egy éjszak alatt meg lehet mérni egy planetáris köd luminozitás függvényt megfelelő spéci szűrőkkel egy valamilyen ismeretlen távolságú galaxisra. Nem kell hónapokig követni egy galaxist, pár óra alatt megvan. Nyilvánvalóan kell hozzá kalibráció, ismert távolságban lévő galaxisokkal ellenőrizni, hogy tényleg ez egy univerzális összefüggés, a planetáris köd luminozitás függvénye ez a fényes oldali levágás, de minden tapasztalat azt mutatja, hogy ez a helyzet. De ez egy szemi-empirikus módszer, mert ugyan vannak számítások, amik jósolják a PMLF-nek az alakját, de valójában ez inkább egy tapasztalati törvény, ezért mondom azt, hogy itt már elindultunk így könnyékig belemenni az empirikus rendszerekbe. Nem biztos, hogy itt kéne, hogy legyen, mert egy kicsit már távolabbi határfény, nagyobb hatás, távolság, hatósugarú módszer, de
hát így raktam össze, áprilisban maradjon itt is ilyen sorrend. A Tully Fisher reláció, ez spirálgalaxisokra működik. Ez is egy olcsó módszer. A Tully Fisher reláció az arról szól, hogy rádió távcsővel mérjük meg egy távoli galaxisnak a hidrogén 21 cm-es vonalú sugárzását. A hidrogén 21 cm-nél megfelelő módon mondjuk adat esetben elvörös általódva, vagy vörös általódva. A 21 cm-es hidrogén sugárzás az a csillagközi térben található ritka hidrogén felhőkben a elektron spin változás, spin átforduláshoz tartozó energia átmenetnek a sugárzása. 21 cm-es hullám az egy nagyon kis energia különbség. Ez a ritka csillagközi térben ütközésmentes, néha, amikor a hidrogén atomban az elektronnak a spinje átfordul, akkor bocsát ki egy ilyen 21 cm-es hullámhosszú fotont. Ez, mivel a csillagközi térben nagy kiterjedésben nagy mennyiségű hidrogén van, összességében ez a vonal, ez egy erős vonal a rádiócsillagászok számára. A Tully meg Fisher 77-ben vették azt észre, hogy a galaxisokra megnézve egy nagyon karakterisztikus kétpupú vonal profil, egy ilyen emissziós vonal látható, amit úgy lehet megmagyarázni, hogy maga az egész galaxis forog, és a forgási sebesség az egy Doppler eltolódást okoz kék irányba, meg vörös irányba is, és pont a felénk jövő, meg a tőlünk távolodónál lesz a legerősebb emissziós kis csúcsocska. És amit ugye észrevettek a figurák, a névadó figurák, 77-re Tully és Fisher, az az, hogy a vonalprofiloknál a sebesség fölhasadás, magyarul igazából az egész galaxisnak a rendszer szintű forgási sebessége, az nagyon szoros korrelációt mutat a galaxisoknak az abszolút fényességével. Az ismert távolságban lévő galaxisokra ezt át lehetett váltani. Abszolút fényességét lehet, tehát egy mínusz 21, mínusz 17, ez egy ilyen 4 magnitudós tartomány, és maga a sebesség, a galaxisnak a forgási sebessége 100 km per szekundumtól elmegy 700 km per szekundumig. Ugye a spirálgalaxisok azok forognak, rendszer szinten forognak, és a hidrogénnak a 21 cm-es vonalprofilja ezt nagyon szépen elárulja. Itt egy másik áll, ami pontosan így ezt mutatja, vice versa, ahogy eddig, magyaráztam, hogy a 21 cm-es van, ahogy itt ez közeledik felé, ez itt távolodik tőlük szépen, itt van egy nagyobb optikai mélység, hiszen belenézünk a galaxisba, és a rendszer szintű forgása a galaxisban az korrelál az abszolút fényessége, nagyon szépen. Egy egész friss, kalibráció a Tully Fisher relációra, itt látható, ugye mínusz 23-tól mínusz 16, mondjuk ez 7 magnitudónyi tartomány, az ugye az 5 a 100-szoros, 200-600-szoros luminozatás belül különbség, és ez nagyon szép log, ez a dupla vét, ez a vonal profilnak a szélessége, mennyire van szélessége, és ez a valójában a rotáció sebessége, ekvivalens dolog. Nagyon szépen használható maga a módszer, és rádiócsillagászok mondják azt erre, hogy ez egy ugyanolyan olcsó módszer, mint a planetáris luminozitás függvény, hiszen nincs másra szükség, mint fölvenni egy 21 cm-es vonalprofilt, meg egy galaxis katalógusból kiszedni a látszó fényességet. És akkor a kettőből ugye kijön a távolság a dolog. Hiszen a 21 cm-es vonalprofil fölhasadásából kijön az abszolút magnitudó, a látszomagnitudó, az abszolút magnitudó összehasonlításából pedig kijön a távolság minden mástól függetlenül. Van egy olyan ábra, ami azt mondta, hogy a Tully Fisher reláció az lényegében, itt próbálom leolvasni a számokat, megaparszek, de több száz megaparszekig egyedi galaxisokra is jól használható távolságokat ad számunkra. Az a néhány száz megaparszek lévő milliárd fényévig, egy milliárd fényévig nagyjából a Tully Fisher reláció jól használható. Menjünk tovább. Meghagytam az angol elnevezést, a fundamental plane-t, azt nem fordítottam le, fundamentális síkra. Itt a kettő párba jár, a Tully Fisher reláció és a fundamentális sík, azok egymás megfelelői. Amíg a Tully Fisher reláció a spirális galaxisokra vonatkozik,
empirikus. Van egyébként egy levezetés, a 97-es cikket megnézi az ember, akkor megtalálja benne azt a nagyságrendi levezetést, amit a korábbi években itt magam is ismertettem a Befcsin légyen, de egyszerűen annyira csak nagyságrendi, hogy most idén azt mondom, hogy akit érdekel, nézze meg, keresse meg eredeti cikket az ATS-ben. Szóval a Faber-Jackson relációként is ismert fundamentális sík, azaz elliptikus galaxisokra vonatkozik, és az összefüggés az nem a forgási sebességre vonatkozik, és az abszolút magnitudóra, hanem a sebesség disperzióra, amit lehet mérni egy elliptikus galaxison belül. És akkor itt jön egy nagyon fontos üzenet, ha ezt megjegyzitek, akkor már volt értelme ennek az előadásnak. A spirálgalaxisoknak van rendszer szintű forgása. Az elliptikus galaxisoknak nincs rendszer szintű forgása, hogyha van is, az rendkívül picike. Amit látunk egy elliptikus galaxisnak, ha felveszünk a színképét, akkor egy olyan vonal, ugye az elliptikus galaxisban tipikusan idős galaxisok, idős csillagok vannak, idős csillagok az átlagos színképét látjuk, az az átlagos színkép az ilyen abszorptős vonalakat tartalmaz, ami ki van szélesedve. Annak megfelelően, hogy jönnek csillagok felénk, jönnek, távolnak tőlünk el a csillagok, és akkor az egyedi vonalprofilok úgy összeadódva egy kiszélesedett vonalprofilt adnak, ami a sebesség szórást mutatja az elliptikus galaxison belül. De ha megnézzük az elliptikus galaxisnak az egyik oldalát, meg a másik oldalát, akkor nincs sebességkülönbség. Csak ahogy menjünk be a közepe felé, egyre nagyobb lesz a szórás. A szélei nincs szórás, vagy ott éppen visszafordulnak a csillagok. Aztán megyünk szépen az elliptikus galaxis közepe felé, és akkor látunk, átlátunk az egész galaxison, látjuk azt, ami éppen zuhan keresztül, látjuk azt, ami éppen visszafordult oldalon, nagy lesz a sebességdisperzió. Tehát valami az elliptikus galaxisokat úgy kell elképzelni, mint egy ilyen nagy méhrajt, ami nem megy sehova, csak vagy így csinálja. Na, a lényeg, ami lényeg, Faber és Jackson, Sandra Faber és Hugh Jacksonnak nem tudom megmondani a keresztnevét, ők azt vették észre első közelítésbe, hogy a luminozitás az elliptikus galaxisokra a sebességdisperzió negyedik hatványával volt arányos. Tehát egy hatványfüggvényről. Aztán nem voltak teljesen elégedettek ezzel a relációval. Tehát lehet látni, hogy be van húzva egy vonal, de azért a pontoknak a szórása az igen nagy. A behúzott korrelációs görbek körül, és akkor elkezdték nézegetni, hogy korrelál-e még valamivel az abszolút fényesség a sebességdisperzión kívül. És rájöttek, hogy igen, a mérettel. És valójában egy olyan összefüggést fedeztek föl, aminél a konstans, a szorzat, annak egy konstanságát kiadó szorzat, benne van a galaxisnak az abszolút fényessége, benne van a galaxisnak a sebességdisperziója, de benne van még a galaxisnak a mérete is. Mindegyik valamilyen hatványkitevővel. Most ez itt egy log-log-log, tehát log-luminozitás, log-méret, log-sebességdisperziós XY térben egy síknak, az egyenlete, ahol a síknak a meredeksége A, B, meg C konstans. Tehát valójában a fundamentális sík az egy három paraméter által kifeszített térben az elliptikus galaxisok által kirajzolt fősík, aminél van összefüggés az abszolút fényesség és különböző paraméterek mellett. Nem állítja senki azt, hogy tényleg csak a méret és a sebességdisperzió az elképzelhető egyetlen kombináció, de jellemzően harmadik paraméterként az extragalaktikus csillagászok ezt a méretet szokták behozni. És így kapunk, így jutunk el a fundamentálisségre. Ennek a kalibrációt az ember megtalálhatja ugye a szakirodalomban. Következő ilyen érdekes módszer, felületi fényesség. Maga az ötlet az arról szól, itt van egy képpár, itt most Rolf Kudrickinak köszönöm meg, ugye ez ki lesz téve a YouTube-ra, tehát esetleg neki is van esélye, egy havai csillagász, és több módszer is tőle loptam szlájdokat. Szia Rolf, thanks Rolf, these are very nice slides, thank you very much. Szóval a lényeg,
hogy a feletti fényesség fluktuáció, angol kifejezése, a surface brightness fluctuation, az arra vonatkozik, hogy a különböző távolságokban lévő önmagukon belül lényegében random térbeli csillag eloszlást mutató galaxisoknál, ha digitális képeket készítünk ugyanazzal a műszerrel, akkor a pixelről pixelre, képelemről képelemre mérhető felületi fényességnek a váltakozása, a fluktuációja, az a távolsággal lesz arányos. Mindjárt ez meg ezt mondja, de ez egy is egyébként sejteni. Tehát van egy galaxis, mondjuk M32 0,75 megaparszekra, NGC 7775 100 megaparszekra. Látszik a kép, hogy itt mintha látnánk az egyedi csillagokat, itt nem látunk semmit, csak egy ilyen sima masszát. Jobbra látható a módszer így csillagokkal szimulálva. Egy közeli galaxisnál, ha ugyanakkor a kép skálája egy távcső fókuszsíkjába a CCD kamerának, akkor némely pixelre ráesik egy-két fényes csillag, egy-két halvány, némely pixelre nem esik rá semmi. Tehát itt az ember érzi azt, hogy pixelről pixelre nagyok lesznek a változások. Egy távolabbi galaxisnál egy ilyen festékszóróval beszóljuk az egészet, ugyanannyi pötty lesz mindegyik pixelen. Ott a pixelről pixelre mérhető változása a feletti fényességnek effektíve nullához fog tartani. Egy másik illusztráció megint csak az ötletről, ami így képpel az ember megérzi, hogy mi a lényeg. Egy gömbhalmaz, mondjuk 10 kiloparszeges távolságban, 1 millió csillaggal így néz ki. Látjuk az egyedi csillag. M32 egy törpegalaxis az Andromeda köd mellett, az 1 milliárd csillag, nagyjából 770 kiloparszekre, sokkal simább, mint egy gömbhalmaz, de azért még olyan grízes egy kicsit a kép. M49, a Virgo galaxis halmaznak egy elliptikus galaxisa, a balta lényegében 100 milliárd csillag, 16 megaparszekes távolságban. Teljesen sima a kép, amit lehet látni. Ugye a megközelítés az rendkívül egyszerű, ha veszünk egy egyszerű megközelítést, mondhatjuk azt, hogy a csillagoknak legyen egy luminozitási konstans, L-csillag. A fluxus, amit mérünk a távcsővel, az ugye L per 4 pi négyzet D, tehát ugye lényegében elosztjuk a D távolságú gömbnek a felszínére a csillagnak a luminozitását. Ha ezek után megnézzük, hogy mekkora az égen az képelemünk, akkor a csillagok száma egy ilyen pixelen az nem más, mint a n a csillag sűrűség a galaxison belül szorozva ennek a fölbontási elemnek, a pixelnek a méretével az égen. Itt megvan a számunkra, hogy az mekkora a csillagoknak az oszlop sűrűsége. Az átlagos fluxus egy képelemnek belül az nem más, mint a csillag szám szor az átlagos csillag fluxus. Úgy itt nem foglalkozunk a luminozitással, hogy azt mondjuk, hogy minden csillag ugyanannyi a luminozitása első közelítésben. Ha azt mondjuk, hogy a véletlenszerű folyamatoknak Poisson eloszlása van, akkor a fluktuáció az 1 per n-nel lesz majd arányos. Ugye sima természetes eloszlás, hogy ezt várjuk. És mivel a n az a d négyzettel lesz arányos, a fluxus 1 per d négyzettel, valójában a feletti fényesség az független lesz a távolságtól, viszont a fluktuáció az nem más, mint a távolság négyzetével lesz fordítottan arányos, a sigma f per n. Tehát a fluktuáció pixelről pixelre az a távolsággal lesz arányos. 1 per távolsággal fordítottan arányos. Amit a képeknek láthatunk, itt egy ilyen viszonylag egyszerű megfontolásokkal, hát meg be lehet látni. A valódi alkalmazásoknál a feletti fényesség fluktuációnál figyelembe kell venni azt, hogy a csillagoknak luminozitás függvényük van, tehát nem ugyanaz a konstans luminozitásuk, hanem valamilyen luminozitás függvényt követnek, és valójában a fluxusokat, meg a fluktuációkat magnitudókkal szokás konvertálni, és utána nem pixelről pixelre mérjük meg az átlagot és az attól való eltérést és annak a négyzetét, hanem egy Fourier transzformációt csinálunk a képre, és akkor a kis frekvenciás tartomány igazából null térfrekvenciánál mérhető érték lesz a fluktuáció a képen, az átlagos fluktuáció. Ezzel a Fourier transzformációs technikával átlagoljuk ki a pixelről pixelre mérhető
hát fluktuációt. És ez az, ami távolságra lesz arány, és itt lehet látni két galaxis, ahol 10-szeres a különbség, itt a logaritmikus két transformált, Fourier transformált, pont egy a különbség, de függőleges tengeti, nem látjátok leolvasni, nem látjátok leolvasni a számot, de lényegében egy 10-szeres távolságnál 10-szeres a különbség a kép Fourier transformáltjánál a null térfrekvencián mérhető, hát amplitudónál. És valójában ténylegesen ezt a módszert mindmáig szokás használni. Alappont itt is azért olyan galaxis, aminek meg tudjuk mérni a feletti fényesség fluktuációját, ismert távolságba, és aztán ezt visszük át távolabbi galaxisokra. Itt most az lehet látni, hogy különböző módszerekkel meghatározott feletti fényesség távolságok és valamilyen vörös eltudás, milyen Hubble állandót ad ki, ez megint az a jövő heti téma. Az biztos, hogy a függőleges tengely a lényeg, a feletti fényesség fluktuációkkal 100 megaparszekig lehet egyedi galaxisra távolságot meghatározni. Ez megint csak effektív egy szemi-empirikus módszer. Mert az van benne, hogy a csillagoknak a térbeli sűrűsége hasonló, de ezt honnan tudnánk, hogy olyan lenne, a csillagok luminozitás függvénye hasonló, de honnan tudjuk, hogy ez ugyanolyan. A tapasztalat azt mutatja, hogy ténylegesen ez igaz a távolabbi galaxisokra is. Ötödik módszer, 80. Jól állunk időbe, 5, 6, 7, 8, azt mondja, 4 van, felénél járunk a 4 darab empirikus módszernél. A következő luminozitás függvény az a gömbhalmaz. Luminozitás függvény, globular cluster luminosity function. Ja, mi eljutunkba egy olyan nagyjából 150-200-ra becsüljük az összes gömbhalmaz számát. Ugye nem látjuk az összeset, hiszen a galaxis fősíkjában a por, az kitakarja az égnek egy valamennyi részét. Most jelenleg a legutolsó katalógusban azt hiszem 161-két gömbhalmaz van, de az infravörös égbolt felmérések rendszeresen fedeznek fel új gömbhalmazokat. Ugye ezeknek az eloszlását itt látjuk, ugye a napunk, a legközelebbi gömbhalmaz az M4 a Skorpióban, de hát valójában az egész galaktikus halóban szét van szórva, nagyjából kevesebb, mint 200 gömbhalmaz. Ezzel szemben vannak galaxisok, amelyek nem elégednek meg 100-200 gömbhalmazzal. Az óriás elliptikus galaxisok, amelyek galaxis halmazok közepén váltok, jellemzően gömbhalmazok ezreit tartalmazzák. Itt egy példa látható ezen a képpáron. Baloldalon az M87, ami az a Sauron gonosz szem, vagy Sauron gonosz szemén keresztül vált ismert, amikor pár év ezelőtt a Event Horizon Telescope fölbontotta a központi fekete lyukának az árnyékát. Ugye ez egy aktív galaxis maggal bíró óriás elliptikus galaxis, itt jobbra fölfelé, itt látszik egy ilyen kis kinyúlás, ugye optikaiban látható jet, a központi fekete lyuk által kidobott jet, ami 6 milliárd naptömeggel az egyik legextrémebb fekete lyuk egy galaxisnak a magjában. Ugye múlt órán pont derű volt is, szóval galaxis magot vált a fekete lyuk. Ezzel szemben, hogyha egy hosszú expozíciós idejű képet készítünk az M87-ről, akkor kívül az optikai tartalma egy csomó ilyen pontszerű objektum látható. A helyzet az, hogy ezek a pontszerű objektumok valójában gömbhalmazok. Csak pontszerűnek látszanak az 50 millió fényéves távolságban. És valójában több ezer, egy friss cikkben 3000 gömbhalmazról hát lehet itt olvasni, az M87 extra galaxisnak a külső tartalmány. Na most, ha van 3000 objektumod, akkor mit csinálsz vele? Felrajzolod a luminozitás függvényüket, és ekkor derül ki az, hogy a gömbhalmazok luminozitás függvénye az nagyon jól leírható minden galaxisban, ahol megnézték, egy egyszerű Gauss függvénnyel, aminek van egy központi abszolút fényessége, van egy félszélessége. A legnagyobb gyakoriságú abszolút fényesség gömbhalmazokra az a -6, -6,5 magnitudó. A legfényesebb gömbhalmazok eljutnak -10, -12 magnitudóig. A leghalványabbak meg ugye elmennek -4, -3 magnitudóig is. Tehát nagyjából egy 8-9 magnitudó széles tartományon változik a gömbhalmazok abszolút fényessége,
A félszélessége pedig a 4,4 magnitúdó ennek az egésznek. Tehát a ráillesztett Gauss függvénynek a félszélessége, amit be kell írni a képletbe, az 1,4 magnitúdó. A távolság indikátor az a csúcsa a luminozitás függvénynek, innentől kezdve úgy tudunk mérni gömbhalmaz luminozitás függvénnyel távolságot, hogyha van egy kalibrált relációnk, akkor egy másik galaxisban detektáljuk a gömbhalmazokat, fölveszünk, hogy milyen látszófényességükből hány darab van, az kirajzolja a luminozitás függvény, és a luminozitás függvénynek a csúcsa, összehasonlítva a kalibrálnak a csúcsával, megadja a galaxisunknak a távolság modulusát. Kritikus dolog az, hogy amikor az ember egy másik galaxisnak akarja mérni a gömbhalmaz luminozitás függvényét, akkor kellően nagy határfényességű képeket kell készíteni, hogy lássuk már a halványoknál legörbülését az eloszlásnak. Mert ha csak a maximumig megyünk el, akkor eltéveszthetjük, hogy hol is járunk. Ha azt hiszitek, hogy ellen nincsenek kis alkalmazások, például egy 2018-as cikk, gömbhalmaz luminozitás függvény távolság az NGC 4993-ra, ami arról nevezetes galaxis, hogy ebben sikerült látni mindmáig egyetlenként egy összehaladó kettős neutron csillagnak a gravitációs hullámforrás mellett az elektromágneses megfelelőjét és egy gamma villanásként. És ennek a galaxisnak akkoriban még, 2017-ről beszélünk, az akkoriban még az 6 évvel ezelőtt volt, tehát nem egy több évtizedes sztoriról beszélek, volt értelme meghatározni a távolságát a gömbhalmaz luminozitás függvény alapján, hogy kijött egy szám, mint egy 41,6, vagy 42 plusz, hát a 42, mindenki felismeri, hogy minden kérdésre végső válasz, 42 plusz minusz 3 megaparszek. És amit csináltak itt a dél-koreai kutatók, hogy előszedtek Hubble űrtávcsöves archív képeket, itt van a galaxis, ott tűnt fel a gravitációs hullámforrás, meg gamma villanás, és akkor itt körülötte szépen meg beazonosítottak olyan pontszerű dolgokat, amik azon a képen, abban a távolságban, annak a galaxisnak a gömbhalmazai voltak. Megnézték mindenféle szűrésen, tényleg melyikek azok, amik valójában gömbhalmazok, és hoppá, na hát itt van egy luminozitás függvény. És erre a luminozitás függvényre ráélesztették az ismert, alakú gömbhalmaz luminozitás függvényt, egy Gauss görbét, meghatározták a látszófényességbe a maximumát, és akkor ebből kijött a galaxisnak a távolsága. Ugye a távolság modulus az valahol kijön az, hogy mit tudom én, 25,35 minusz, ugye a kisebb, az nem 33,1 magnitudó a távolság modulusa, és ebből jött ki az, hogy 42 plusz minusz 3 megaparszek a gamma villanást és gravitációs hullámforrást tartalmazó gazdag galaxisnak a távolság. Tehát ezt a gömbhalmaz luminozitás függvényt ezt lehet használni, és ez is megint csak, mint az összes luminozitás függvény, egy olcsó módszer. Mert egy darab kép kell hozzá, csak az legyen kellene nagy határfényesség. A Hubble űrtávcső archívumában dögivel lehet találni ilyen képeket, és a James Webb-nek az archívumában is egyre inkább lesznek dögivel. Hát ilyen képek, az talán, lehet, hogy meglepődtök, de igazából egyszer olvastam egy ilyen statisztikát, hogy a Hubble űrtávcsőre versenypályázati rendszerben elnyert műszeridők során készült képek, spektrumok, mérések felével kötőjel kétharmadával soha nem történik semmi. Tehát hiába nyerik el a figurák és figurinák, vagy fickók és fickicák, vagy ipsék és ipsicák, vagy csillagászok és csillagászicák a műszeridőt, nem marad idejük, hogy aztán azt fel is dolgozzák. Hát nekem is tele van a számítógépem mindenféle feldolgozatlan adatsorra. Ugye nekem is egyik volt diákom, és most kollégám Szegeden, a Szalai Tamás, ő például a PhD-ját a Spitzer űrtávcső publikus adatarchívumából a poros szupernova robbanások vizsgálatával készített el. Olyan adatokat használ föl, amivel a műszeridőket elnyerőknek soha nem volt idejük foglalkozni. És ugye egy év után tipikusan ezeknek az űrteleszkópoknak az adatai publikussá válnak, és onnantól kezdve szabad a vásár. És tényleg, és ilyen megdöbbentő számarányok vannak, hogy felekötél kétharmada az adatokkal teljesen parlagon hever
a Hubble távcsőnek az archívumába is. És akkor lehet csinálni ilyen szép vizsgálatokat, például gömbhalmaz, luminozitás, függvény, megmérésével. Hatodik módszer, nincs már sok három. Hátra, és van rá 13 percen, szerintem meg lesz. A Szunyajev-Zeldovics hatás az nem egy olyan, amivel nagyon lehetne csajozni a kocsmában, de szerintem elég jó hallatszik. Figyelj, beszélgessünk már a Szunyajev-Zeldovics hatásról, menj a francba, inkább a Szunyajev, inkább a Zeldovics palacsintáról beszélgessünk, jó beszélgessünk arról. Ugye a Szunyajev-Zeldovics hatás az egy inverse Compton hatáson alapuló effektus, ami galaxis halmazok irányába lép föl. A galaxis halmazok azok tőlünk milliárd, tipikusan több százmillió, de inkább milliárd fényévre található galaxis csoportosulások, amelynek az a fő jellemzője, hogy a galaxis közi teret igen ritka, de a nagyon még gravitációs potenciál gödör alján igen nagy hőmérséklete fölforrósodott plazma, hidrogén, ionizált hidrogén plazma, tehát protonok és elektronok töltik ki. A nagy hőmérsékletet úgy kell értelmezni, hogy akár 100 millió kelvines hőmérsékletű, ritka plazma töltik a galaxisok, galaxis közi teret. Na most, egy 100 millió, nem tudom, hogy voltatok-e már valaha is 100 millió kelvines plazma, én nem, még nem voltam, mert valószínűleg meghaltam volna, de minden esetre a ilyen forróság mellett a részecskék mind relativisztikus sebességre gyorsulnak. A 100 millió fokos elektronoknak gyakorlatilag a sebessége, fénysebesség sok tizedes pontossággal. Ha jön a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásnak egy fotonja és szóródik ezen a relativisztikus plazmának, a relativisztikus elektronjain, akkor a vége eredményében az lesz, hogy a galaxis halmaz irányából kevesebb fotont fognak a mikrohullámú háttérsugárzást mérő csillagászok detektálni, mint hogyha nem lenne ott az a hülye plazma, az inverse Compton szóráson keresztül. Ami azt jelenti, hogy a nettó hatás az, hogy a galaxis halmaz irányában, mintha megváltozna a mikrohullámú háttérsugárzásnak a hőmérséklete. Ezek után és igazából megváltozik a spektruma a mikrohullámú háttérsugárzásnak, egy parányi fluktuáció lesz. Ami történik a Szunyajev-Zeldovics hatásnak az elemzésében, hogy kell hozzá röntgencsillagászat, hogy meg tudják mérni a plazmának a hőmérsékletét, és ebből a ottan uralkodó fizikai paramétereket. Kell hozzá mikrohullámú mérés, hogy a mikrohullámú háttérsugárzás spektrumának a módosulását lehessen detektálni. Ezek után kell egy fizikai modellezés erre a hőmérséklet fluktuációra, a Szunyajev-Zeldovics hatásra ez a delta T per T hőmérséklet változást adja meg. És a lényeg az, hogy benne van ebben a komplikált modellezésbe a galaxis halmaznak a mérete millió fényévben. Magyarul a Szunyajev-Zeldovics hatással a spektrumok detektált röntgenmérés, mikrohullámú háttérsugárzás, spektrumváltozás, ezeknek a mérésével, majd modellezésével adódik a millió fényében kifejezhető galaxis halmaz átmérő. Ez innentől kezdve standard méterruddá válik, hiszen ismerjük a fizikai méretét, és onnantól kezdve a látszószög átmérő megadja a galaxis halmaznak a távolságát. Ez az elve a Szunyajev-Zeldovics hatáson alapuló galaxis halmaz távolságmérésnek. Fizikai modellezésből fizikai átmérő, látszószög átmérő, átmérőből kijön a távolság. 20 évvel ezelőtt már voltak ilyen cikkek, amelyek arról szóltak, hogy na, akkor határozzuk meg galaxis halmazoknak a DA, angular diameter távolság, tehát ugye látszószög átmérő távolság. Itt megaparszekek vannak, 1000 megaparszek, akkor 3000 megaparszek, van egy vörös eltoldás, a vízszintes tengely, és akkor hát lehet látni, hogy ott vannak egyedi mérések galaxis halmazokra. Nem mondanám, hogy olyan nagyon meggyőző, hogy ezzel tényleg van értelme foglalkozni. Ám a vicces, hogy egyébként itt ezt elmondtam, ugyanezt a gondolatmenetet a IAU
Spring School-on itt a konferencia előtt pár héttel ezelőtt, és akkor az egyik előadó, társ előadónak a férje ebből csinálta a PhD-ját, és aztán vacsora közben beszélgettünk előtt. Hát igen, az a probléma, hogy ez egy nagyon szép elv, de a gyakorlati megvalósítását több dolog is komplikálja, ezért aztán valójában 20 éve nem nagyon lépett előre ez a terület. Attól függetlenül, hogy abban előre lépett a terület, hogy a Planck Éza műhold, az föltérképezte az egész égre a Szunyajev-Zeldovics hatásnak a mértékét. Ez egy cikk 2016-ból, a Map of the Thermal Szunyajev-Zeldovics effektnek kétféle van, kinetikus meg termálikus, ez teljesen mindegy. A lényeg az, hogy van egy ilyen térkép, a lényegében az egész égre, ahol egy ilyen Compton paraméter térkép látható. Tehát elvileg ez mind létezik digitális adatban, néhány évperces fölbontással. Kereszt korrelálva ezt a Compton paraméter térképet galaxis halmazokkal, megcsinálva röntgen méréseket, lehetne ilyen Szunyajev-Zeldovics hatáson alapuló távolságmérést csinálni galaxis halmazokra. Érdekes módon ezt még senki nem csinálta meg. 2023-ban lehet azt mondani, hogy gyakorlatilag szinte minden rendelkezésre, hogy ezt lejátsza valaki, de még senki nem vette rá a fáradtságot. És hát abban maradtunk ott a konferencián az előadói közösség, hogy ennek valószínűleg az az oka, hogy ez egy igen nehéz feladat, ami már lehet, hogy valakinek egy nagyon jó PhD témája lesz majd valamikor a jövőben, de számunkra egy gát érződik az adatoknak a felhasználásában. Maga a módszer viszont nagyon szépen működhet potenciálisan. Hetedik módszer. Gravitációs lencsészés. Megint csak nagyon komoly forrás, Wikipédiából mi történik, hogyha egy előtér, mondjuk galaxis vagy galaxis halmaz, egy távoli galaxisnak a képét, hát felénk haladás közben ugye torzítja, hogy a fénysugarak a gravitációs tér hatására eltérülnek, és adott esetben akár meg sokszorozódó képek alakulnak ki. De erős gravitációs lencsézésnek hívják ezt a dolgot, itt lehet látni egy vigyori pofa, itt a két szeme, itt az orra, itt pedig egy gravitációs lencsehatás révén a szája is megvan, meg még a két füle is. Annak köszönhető, hogy a háttérben van egy távoli kékszínű galaxis, aminek a képét ez az előtérben lévő galaxis halmaz eltorzítja és megsokszorozza. Ez a gravitációs lencsézésnek alapgondolata. Egy Sjur Refsdal nevű norvég csillagász az 1960-as években PhD-ját abból csinálta, pár éve hunyt el egyébként az illető. On the possibility of determining Hubble's parameter and the mass of galaxies from the gravitational lens effect, ugye 64. január 27-én, ez akár is nézzük, már 60 éve ezelőtt volt, ő azt nézte meg, hogy mi van akkor, hogyha egy szupernóvá főrobban, és annak a gravitációs lencsézésen keresztül megsokszorozódik a képe. Ilyet nem ismertünk akkor még. Sőt, nagyon sokáig nem ismertünk. És valójában ezt a módszert távolság meghatározásra nem is szupernovákkal szokás használni, hanem kvazárokkal. Kvazárok, aktív galaxismagok, tőlünk sok milliárd fényére. Van egy lencséző galaxis, ami a gravitációs terével, a tömegeloszlásával eltéríti a háttérben lévő kvazárról érkező fénysugarakat. Minden a bal szélén nézzük a dolgokat, és a különböző útvonalat bejárt fénysugarak különböző képeket fognak kirajzolni a lencséző galaxis körül. A kvazárok azért érdekesek, mert a behulló anyagmennyiségnek köszönhetően változik a fényesség. Egy tipikus kvazár az egy változó csillagnak látszik, csak éppen egy aktív galaxis mag tűnünk milliárd fényében. Az alap gondolata az effektusnak az arról szól, hogy a különböző fényutat bejárt képeknek a fényváltozása időben el fog csúszni. Ez egy nagyjából 10^-9-es effektus. Milliárd fényévől a időbeli elcsúszása néhány hónap, esetleg egy-két év lehet. Ez itt például ennek a négyes kvazár képnek a négy kép fényérvéje, kivéve a Hubble utárcsa, 2003-2016-ig. Ha megnézitek, néha lehet látni, hogy például ez a kis lezöttyenés,
Az ott van mindenütt, csak egy picit, némelyik a vonal előtt, némelyik a vonal után, némelyik pont a vonalokban. Hogy itt máshol később is lehet látni. Nem nagyon lehet látni, ez egy ilyen néhány hónapos elcsúszás van a különböző görbék között. És a Revsdal féle számolás az azt mondja, hogy a idő késleltetés kiméréséből és a lencséző galaxisnak a tömegeloszlásának a becsléséből meghatározható mindkét objektumnak, a lencsének is, meg a lencsézett objektumnak is a távolsága. Minden mástól független. És azt hiszitek, hogy ilyenek ritkán vannak? Nem, nem igaz, ezek egy több gyakran vannak. Itt igazából itt egy kvazár gravitációs lencsézések többszörös képeket láthatunk, ezek mind nagyon szépen vizsgálható dolgok. Maga a módszer pedig ugye arról szól, hogy meg kell mérni a különböző képek között az időkésleltetést, és valójában ebben benne lesz a távolsága a rendszernek. Gyakorlatilag ez a kettő kell, a különböző képek által kirajzolt fényességváltozások között időkésleltetés, meg valamit azért mondanunk kell a lencséző galaxisnak a tömegeloszlására. És igazából például van egy olyan összefogás, ahol ilyen kvazár képeket elemezgettek, egyedi kvazárok időkésleltetéséből ilyen eloszlások jönnek, valószínűség eloszlás, sűrűség függvények a Hubble állandóra, de ha mindent összekombinálják, akkor kijön az, hogy 73 km/s megaparszik. Tehát egész jól megmérhető ezzel, valójában a Hubble állandó kiszámítható. És aztán jött 2015-ben az SN Revsdal, ezt az ő tiszteletére nevezték el így, egy olyan tranziens, aminek nem volt, aztán egyszer csak lett négy képe is, és ezek egy tényleg szupernovának a gravitációs lencsézéssel meg négyszerezett képei. Tehát amit Revsdal 64-ben megálmodott, az arra egészen 2015-ig kellett várni, és egy friss 2021-es eredmény, ami mindenféle méréseket alapvetően Hubble távcsővel összekombinál, hogy meghatározza Hubble állandót. A lényeg az, hogy a különböző szupernova képek közötti időkésleltetés, itt ez mit tudom én, plusz 4 nap, itt plusz 8 nap, de van olyan, aminél 30-20-valahány nap az elcsúszás. Nem sok. De ha belegondoltuk, basszus, ez egy milyen érdekes mérés. Fölrobbant tőlünk egy milliárd fényévre egy csillag, szupernovaként. Szerencsések vagyunk, van az előtérbe, itt 100 millió fényévre egy galaxis halmaz. A szupernova képe megsokszorozódik a gravitációs lencsatásnak köszönhetően. Méred a fénygörbét, a különböző utakon bejárt, különböző utakat bejárt fénysugarak más időben érnek hozzá, ezért aztán fénygörbe időben el lesz csúszva, és ebből meghatározható minden kettőnek a távolság. És ha a vörös állítódás, akkor a távolságból, meg a vörös állítódásból valójában a Hubble állandó is meghatározható. Egy nagyon fundamentális módszer, csak nyilván kell hozzá szerencse a gravitációs lencsézésen keresztül. Nyolcadik módszer, ez a legutolsó időknek a módszere, a standard szirénák. Hogyha ordibálok nagyon hangosan, és akkor elmentek messzire az épület túloldalára, akkor ahogy halljátok, hogy halkul az ordibálásom, tudjátok, hogy egyre messzebb kerültetek tőlem. Ez egy standard sziréna, most halkan beszélek, akkor már nem vagyok standard sziréna. A gravitációs hullámokat hívhatjuk standard szirénáknak, azokat a gravitációs hullámforrásokat, ahol van elektromágneses megfelelő, és az alapvetően az összeolódó neutroncsillag. Összeolódó neutroncsillagok ugye akkor jönnek létre, amikor a egymás körül keringő nagy tömegű égitestek gyorsuló tömegekként kiszolgálják az általános relativitás elméletet, tehát gravitációs hullámokat sugároznak, tehát veszítik az összpály energiát és impulzus momentumot, ezért aztán közelednek egymáshoz, és a legvégén egymásba cuppannak. Két összeadó neutroncsillagnál egy ilyen kilónovának is nevezett jelenség játszódik le, amit az elején egy gamma villanás kísér, és a lényeg az, hogy ha detektáljuk a gravitációs hullámjelet, egy ilyen gyors csörp jelenleg a gravitációs hullám detektorokkal, pusztán csak abból kijön a távolság. A gravitációs hullám hullám sugárzás jelének a modellezésébe paraméterként benne van a távolság, meg a parszekbe, millió fényébe. Ezért standard sziréna. És ha van hozzá
optikai megfelelő, akkor abból adott esetben Hubble állandó is meghatározható. Mert meg tudjuk mérni akkor, tudjuk a távolságot a gravitációs hullámból, ha van optikai megfelelő, meg tudjuk mérni a vörös átdolódását, és akkor azonnal kapunk egy Hubble állandót. Azt hiszitek, hogy ez nem történt meg, de ez megtörtént. Ez egy Nature cikk volt 2010-sokban, ugye a legelsőnek a detektálása után, egy gravitational wave standard serial measurement of the Hubble constant. A lényeg az, hogy kijön belőle azt, hogy nagyjából 70 km per szekundum per megaparszak az univerzum tágulási rátája. Ez ma még csak egy lehetőség. Egy ilyen objektumot ismertünk. De ugye az Advanced LIGO mérés, vagy a LIGO-nak a következő mérés, és aztán az Advanced LIGO-nak az upgrade-je a következő pár évben belül megtörténik. A 30-as években a LISA, az űrbéli gravitációs hullám detektor gyakorlatilag rutinszerűen fog ilyeneket detektálni. És akkor innentől kezdve ez már tényleg egy egész univerzumra kiterjedő, egyedi objektumok távolságát meghatározhatóvá tevő módszer lesz. Na, ezzel a 8. módszernek a végére értünk, pontosan 1 óra 30 perc, 8 másodpercig tartott az előadás, köszönöm szépen a figyelmet. A fél év zárás az jövő héten lesz, az univerzum tágulása, sötét anyag, sötét energia, és hát effektíve galaxis fölmérése. Ezzel véget fog érni a BEFCHILL 4-nek az utazása. Köszönöm szépen a figyelmet!